Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az aktuális szerelmi energia, mi a helyzet jelenleg kettőtök között, mi az ő terve, hogy viszonyul hozzád, hogy fog közeledni, és hogy látod te a dolgokat, ezt megnézzük most ennél a szerelmi jóslásnál. Itt a képen látható a park. Ez jelentheti a szép környezetet, a természetet, de jelenti a nyilvánosságot is. Az is lehet, hogy most összefuttok a nyilvánosságon, vagy ő felvállal téged a nyilvánosságon. Ha egyedül vagy, akkor azt is jelentheti, hogy a nyilvánosságon megismerkedsz, találkozol valakivel. És mit mutatnak még a kártyák? Itt a virágcsokor jelenti a te nőiességedet, a szépségedet, és ez feltűnik a nyilvánosságon, mások ezt észreveszik. Ez a virágcsokor lehet egy meghívás is, és találkozol valakivel a nyilvánosságon. Lehet egy kellemes meglepetés, egy ajándék, vagy egy meghívás. Itt a horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol úgy gondolod, igen, itt le tudok gyökerezni. Ez nem csak neked fontos, hanem neki is. Amit ez a horgony még jelenthet, az a munka vagy a hivatás. És itt megjelenik a nyilvánosság, hogy te a nyilvánosságon megjelensz, vagy ő, mert ez a hivatása, és akkor a virágcsokor jelenthet egy kreatív tevékenységet is. Itt a madarak jelentik a könnyűséget, ez lehet a vidámság, vagy egy zene, egy ünnepség is, de jelenti a beszélgetéseket is. Ő keresi veled a kapcsolatot. Lesz egy meghívás, beszélni akar veled. Lehet, hogy jobb, ha a nyilvánosságon találkoztok, és nem otthon, de látható, hogy örül neki, és téged mutat a nyilvánosságon, sőt azt is mondanám, hogy büszke rád, hiszen itt látható a te nőiességed, a te szépséged, tehát ő tényleg büszke lehet rád, és itt a levél egy hír, itt beszélgetésekről van szó, itt a levélnél valami írásbeli dologról, hogy jelentkezik nálad, de ez a levél lehet egy bizonyos szerződés is, mint például egy munkahelyi szerződés. Itt a felhő jelentheti azt, hogy valami még átláthatatlan, hogy mi történik a nyilvánosságon, hogy mások hogy néznek rád, vagy mit beszélnek rólad, talán a hátad mögött, ez lehet jó, lehet rossz is. A felhőnél ezt nem lehet tudni, hiszen minden olyan átláthatatlan. A felhő jelent fél évet is. Gondolj vissza arra, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert lehet, hogy valaki jelentkezik a múltból, itt lesz egy hír, vagy az is lehet, hogy valamit átéltél fél évvel ezelőtt, ez megismétlődik, és összefuttok a nyilvánosságon, ez lehet egy véletlen találkozás is.
Itt szerelemről van szó. Munkáról és a szerelemről is. Mindkét téma nagyon fontos. Az is lehet, hogy a felhő ebben az esetben nem azokat a dolgokat mutatja, ami átláthatatlan, hanem utal a két témára, a világos és a kicsit sötétebb felhő. Itt két témáról van szó, az egyik a szerelem, a másik a munka és a hivatás. Mindkettő nagyon fontos. Itt a kígyó jelenti a változásokat, a megújulásokat. A kígyó jelenti a gyógyító erőt is. Lehet, hogy az a hivatásod, vagy ez a férfi dolgozik ezen a területen, mint például egy orvos. A kígyó jelenthet mellékutakat is, hogy úgy mellékutakon lesz meg a szerencse, a szerelmet és a hivatást illetően. Néha a kígyó jelent egy hölgyet, de ez a hölgy jóindulatú veled szemben, hiszen nagyon szívélyes, itt van egy kellemes meglepetés, megajándékoz téged valamivel. Itt a hold jelenti az anyai érzelmeket, tehát lehet, hogy ez a hölgy a te anyukád, vagy az ő anyukája, és olyan szívélyesen közeledik hozzád, vagy hozzátok. A hold jelenti a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket is, és itt megvan ez a változás, ez a megújulás, hogy ez az álom megvalósuljon, ami fontos a szerelem és a munka, a hivatás, a kreatív tevékenység, vagy egy gyógyító erő. Hát bizony, itt a ravasz róka is megjelenik, így óvatosságra int téged. A többi kártyák nagyon szépek, hiszen megvan itt az álom, a gyógyító erő, a szeretet, a szerelem, az ajándék, a stabil kapcsolat, a beszélgetés vagy egy hír, tehát itt nem hiszem, hogy arról lenne szó, hogy valaki így mesterkedik a háttérben, és rossz indulatú. Inkább te légy óvatos, ha kapsz egy hírt, vagy egy szerződést, mielőtt ezt aláírod, mielőtt beszélgetésekre kerül a sor, vizsgáld át ezeket a dolgokat. Figyelj oda arra, hogy mi áll ebben a szerződésben. Azon kívül, ha valaki közöl veled valamit, hiszen itt kommunikációról van szó, akkor figyelj oda, hogy ki mit akar, vagy milyen szándékokkal jön hozzád. Legyen meg az önbizalmad. Itt a hold jelenti a te saját érzelmeidet is. Figyelj oda, hogy mit sugall a belső hangod, akkor megvan ez a változás, ez a gyógyító erő. És itt van a szerelem, amiben bízhatsz. Itt van a tartós párkapcsolat, a stabil munkahely. Ebben is megbízhatsz. Tulajdonképpen gyönyörűek a kártyák. De azért mégis itt a ravaszróka óvatosságra int, lehet, hogy a szép kapcsolatok mellett van valaki a háttérben, aki észreveszi azt, hogy minden rendeződik körülötted, jók a kapcsolatok, éled a hivatásodat, és előfordulhat, hogy ez a személy erről álmodozik, ami nálad most bekövetkezik, és kicsit irigy rád. De ne irigy emberekkel foglalkozz, hanem kövesd a saját életutadat, legyen meg a hited, bíz ebben a szerelemben, és bíz abban, hogy megkapod az elismerést a nyilvánosságon és a munkahelyen is.
És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!